Sziasztok, Bisz vagyok, amely részben az Advanced Warfare újdonságairól lesz szó. Sokan már tudják ezeket az újdonságokat, sokak pedig nem, mert egyszerűen nem követik már a szériát, megunták, hogy minden évben ugyanazt kapnak, és igazából igazuk is van, ha külsős szemmel nézem a játékot, mert gyakorlatilag nem sokat változtak így a játékmenetben a dolgok, viszont annyi pluszt mindig adott azoknak a játékosoknak, akik benne voltak a játékba, hogy az az újdonság egy évig pont kitartson a következő Call of Duty-ig. És ez a recept bevált, élveztük a játékot, egészen a Call of Duty Ghost-ig, és ott egy hatalmas zuhanás. Nem szeretném most kifejteni, hogy miért is, megtörtént, mindegy. Most jön az Advanced Warfare, amire nagyon ki vagyok éhezve, két dolog miatt. Az egyik, én nagyon sokat MV3-aztam, és az összes Call of Duty-nál tartottam egy éves szünetet. Például a Black Ops-nál is tartottam, mert nem vitte a gépem, a World at War-nál is tartottam, nem, mert nem volt meg a játék, és így jó volt, ezért a Black Ops 2-nél kicsit kiégtem, és tényleg akkor játszottam vele, amikor videózni kellett, és ezért a Ghost-ra nagyon rápörögtem. De rossz lett, úgyhogy most két éve nem kodoztam egy jót, nagyon rá vagyok pörögve a témára. Ezért is Black Ops-ozok mostanság, és ezért élvezem ennyire a játékot, hogy sok gameplayt fel is rakok. Visszatérve az Advanced Warfare témára, remélem azok is nézik ezt a videót, akik már így kiszerettek a szériából ugyanis. Sok újdonság lesz, ami miatt meg lehet nézni ezt a videót. Igazából nem sok változtatás lesz benne, viszont ez a kis pici változtatás is olyan sokat dob a játékélménye, hogy szerintem nézzétek meg a videót és adjatok egy esélyt a szériának, ugyanis én is adok egy esélyt a Ghost után, azért, mert nem az Infinity Ward és nem is a Treyarch készíti ezt a részt, hanem a Sledgehammer Games, és mivel be kell vágódniuk egy ilyen pocsék rész után, úgyhogy ők most először csinálnak Call of Duty-t, illetve MV3-ba segítkeztek, azért ezt be kell vallani, tehát így szerintem nagyon oda fognak csapni, és egy jó játékot fognak azért is az asztalra tenni, hogy igenis rábízzák a Call of Duty sorozatot erre a cégre, vagy fejlesztő csapatra, úgyhogy én ezért táplálok nagy-nagy reményeket, de nem akarom elkiabálni. Tehát szögezzük le, hogy én multiplayerről beszélek, illetve hogy az Advanced Warfare a Black Ops 2 után játszódik, és mivel BO2 a közeljövő, ezért az Advanced Warfare még jövőbb lesz. Igen, jól hallottátok. Gyakorlatilag az összes újdonság, amely a játékban lesz, az az exoskeleton ruhának köszönhető, ha beírjátok Google-be, kidobja, hogy marha drága. Ugyanis gyakorlatilag egy fém szerkezet, és fölveszed, gyakorlatilag a csontod mentén halad, tehát megerősíti az emberi humán váz szerkezetét, ezzel több tonnát elbírsz, átmész a falakon, lebontod a félvárost, tehát ilyen alapvető dolgok, de még kaptál egy jetpacket is, amelyet tudsz double jumpelni, dashelni golyók elől, illetve boom le a földbe slamelni, és ezzel ha ott van valaki, azt nagyon-nagyon megölöd, és gyakorlatilag egy másodlagos millit kaptál, és a játékban most már nem úgy millizel, hogy hoppá, itt a kis bicska és bum, hanem most már nagyon-nagyon megütöd az ellenfelet, és ő nagyon-nagyon megfájdul, és meghal. Úgyhogy ez lesz a plusz movement a játékba, minimális plusz, viszont képzeljünk el egy Titanfall-t. Viszont azt meg kell jegyezni, hogy Advanced Warfare-ben nincs falon futás. De visszatérve a témához, gyakorlatilag Titanfall-ba a movement arra volt kitalálva, hogy átjuss A-ból B-be, nem véletlenül voltál sokkal gyorsabb falon futva, és így ha a kombóba raktad a falon futásokat, akkor szépen eljutottál nagyon gyorsan A-ból B-be. Illetve arra volt jó, hogy a titánokat túléld. De gyakorlatilag ennyi volt a movement haszna a Titanfall-ba, attól még egy brutálisan jó játék, viszont Advanced Warfare arra épít, hogy ezeket a movementeket kombatba használd, és ölj vele, és túlélj vele, ami brutális, úgyhogy ezért nyújt pluszt a játék, illetve Titanfall-ba nagyon szegényes a tartalom, és ezért kevesen játszák sajnos, de ez van, tényleg kevés tartalommal van megáldva, remélhetőleg Advanced Warfare-be nagyon sok tartalom lesz, és mivel Call of Duty ezért valószínűleg sok-sok tartalommal fog kecsegtetni minket, és ezért lesz szerintem brutálisan jó játék, és remélhetőleg fog hallgatni maga a játékfejlesztő a Community-re, és ami OP-t, azt így kiveszik a játékból, vagy kicsit lecsökkentik az erejét.
De azt még meg kell jegyeznem, hogy ugyanúgy lesz speciális képesség, mint Titanfallban, tehát a ruhád alapján lesznek képességek. Például láthatatlan lehet steampack, illetve van pajzsod, vagy túléled a robbanásokat, és ezeket a képességeket életedben egyszer használhatod, viszont wildcarddal használhatsz kettőt is, viszont azt nem tudom, hogy egyszerre kell használni életed folyamán, vagy két gombra bebindeli ugye maga a játék, és ezért külön-külön tudod használni őket, majd ez hétfőn kiderül. Minden esetre sok tartalom lesz úgy a játékhoz, hogy személyre szabhatóan rakhatod össze a te saját exoskeleton ruhádat, és ez mégiscsak egy olyan multiplayer élmény, amely volt az eddigi kódba, csak nem exoskeleton ruha néven, és ezért eléggé sokat dob, úgy gondolom, ez is alatba, de lehet, hogy én vagyok elfogult, most külsőleg nem hallom magam, de viszont például az exoskeleton ruhának köszönheted a gránátot gyakorlatilag, mert abból fogod kilőni. És ha úgy kombinálod a dolgokat, hogy például kilősz egy gránátot, és magad elé rakod az exoskeletonnak a pajzsát, amivel túléled a gránátot, vagy hát túléled a robbanásokat, és előtted fölrobbantasz egy helységet, ahol nagyon sokan vannak. Nem tudom, én szerintem sokkal több olyan kombinálható lehetőséget látok a játékban, mint amit eddigi Call of Duty-kban nem nagyon. De majd kiderült, tényleg lehet, én vagyok az elfogult. Mindenesetre ez várható a következő Call of Duty részben, és ha érdekelnek a részletek is titeket, akkor tartsatok velem holnap vasárnap, ugyanis a videó folytatása következik, úgyhogy akkor fogok részletekig belemenni magába a játékba, de ilyen alapvető dolgokat ott nem fogok elmondani, úgyhogy aki szkeptikusan áll a dolgokhoz és nem tudja, hogy mi vár magában a játékban rá, azért csináltam ezt a videót. Azután jöhet a következő lépés, hogy kivesézzük magát a játékot is, hogy milyen fajta tulajdonságok lesznek, és milyen fajta képességek, vagy milyen fajta fegyverek. Úgyhogy találkozunk vasárnap. Sziasztok!